Mezzo Backstage. Szeretettel üdvözlöm a Mezzo nézőit és hallgatóit, és nagy öröm számomra, hogy megmutathatom ezt az épületet itt, amiben a magyar zene mindenféle része megtalálható. Úgyhogy gyertek utána! Ez a próbaterem, és Eötvös Péter darabját próbáljuk. A cimbalom története több mint 1000 éves, de ez egy alapvetően cigány hangszer, Indiából származik, és a cimbalom ma már egy közkedvelt hangszeré vált, amit egy magyar cigány zenésznek lehet köszönni, akit felfedezett a Stravinsky, és így lett a cimbalom talán az egyik legismertebb ütős hangszer ma már. Alapvetően egy igazi magyar hangszer. Ez a koncertterem, ez egy 120 éves épületnek a belseje, újra megcsinálva, újra álmodva. Ez volt régen egy nyitott udvar, és ennek csináltunk egy tetőrészt, és ebből lett a koncertterem. Itt végig folyosók voltak, és lakások voltak. Úgyhogy aztán ez tönkrement ez a ház, de megtartottuk a régi falakat, megpucoltuk, és ez lett a koncertterem. Ez egy 350 fős koncertterem. Az épületnek az akusztikája azért lett csodálatos, és már a rengeteg külföldi és magyar zenész véleményét mondom most, mert ezeknek a falaknak van egy borzasztóan nagy súlya, ezek nagyon vastag falak, és a másik talán a legfontosabb, ezek a téglák megakasztják a hangot, és ettől nincs vízhang, hanem nagyon-nagyon tisztán szól. Volt egy akusztikus, és a tervezők és kialakítottak egy egészen különleges akusztikát, ami alkalmas nagyon régi zenék eljátszásra, és alkalmas 20. századi zenék, és alkalmas erősített zenék, tehát elektroakusztikus zenék játszására is. Két stúdiónk van, a legmodernebb eszközökkel felszerelve, és egyszerre a jazzklubból, a koncertteremből egyszerre tudunk dolgozni, de még azt is meg tudjuk csinálni, hogy miközben a koncertteremben felveszünk valamit, a közben itt bent is dolgozunk. Tehát a két stúdió mindent tud dokumentálni, lemezeket készít, és ez a háznak az egyik legfontosabb része, mert ez a jövőre dokumentálja a mai zenei életet. A BMC-nek van egy kiadója, több mint 250 lemezt adtunk ki, ez 20 éves ez a kiadó, alapvetően jazz, európai jazz és európai kortárs zenével foglalkozunk, rengeteg franciával dolgozunk együtt, és közel 50 nagy díjat nyertünk, köztük a Cannes Midemnek kétszer nyertük meg a díját, ez a klasszik Midem díjat nyertünk kétszer,
és Grammy jelölésünk volt 3, és mi vesszük fel a lemezeket, és mi forgalmazzuk a világ összes országába. Ez a BMC szüleinek a fala. This Bartók, Ligeti, Kurtág, and Eötvös. És Eötvös Péter meg itt van, úgyhogy akkor menjünk be hozzá. Hello, megjöttél. Bobnak hívják, az igazgató helyettesé, és velünk él, és az egész magyar zenei élet ismeri őt nagyon jól. Péter Eötvös. Hello. Hello. Csókolom. On travaille depuis là souvent ensemble. Il a fait plusieurs CD avec mes œuvres. J'ai dirigé beaucoup de productions qui étaient organisées par lui. Et c'est ce que nous pensons, notre intérêt sur la musique, c'est pareil, je dirais. Parce qu'il aime tous les sorts de la musique comme moi, surtout le jazz et la musique contemporaine, comme moi, le jazz et la musique contemporaine. Alors, dans cet intérêt, on se retrouve dans un contact permanent, pratiquement. Et je sais que depuis très longtemps déjà, ça, il a rêvé de cette maison. Tout ce qui est organisé avec notre activité dans la fondation, on organise ici, dans ce petit bureau. Et les concerts sont dans la grande salle, le séminaire, les cours de direction. Le cours des compositions, c'est ce que je fais la plupart dans cette maison. Parce que c'est mon intérêt aussi, et à lui aussi, de concentrer toutes les activités de la fondation autour le BMC. On entre dans la grande bibliothèque. Venez avec moi. C'est une très grande salle magnifique avec les partitions et avec des milliers de CD, c'est ce qu'on peut entendre avant un concert. On vient d'abord ici et on fait une introduction pour le concert. Et comme ça, c'est pour le grand public aussi, si vous voyez il y a beaucoup de chaises ici. C'est un piano très très spécial parce que c'est monsieur, madame et monsieur Kurtág, ils ont joué sur le Carnegie Hall à New York, sur ce piano. Et ce qu'il aimait bien, parce qu'on a 3 pédales, on peut faire le super, super sourdine, c'est-à-dire ça vraiment baisse le niveau au maximum. On peut me suivre ici, juste à Coam. Alors, ça, c'est la plus grande discographie de Mahler en monde entier. On a plus que 4000 enregistrements qu'avec la musique de Mahler. Toutes les symphonies, toutes les pièces avec les différentes interprétations, on se trouve ici dans ce petit coin. Et quand quelqu'un a intérêt de venir écouter, il demande la clé, il vient ici et peut écouter chaque enregistrement. Il était important pour notre culture parce que dans un certain temps, il était directeur de l'opéra au début du XXe siècle. Et si vous me suivez ici, c'est la salle de réunion plus jolie, c'est ce que je connais. C'est incroyable ici, c'est avec un haut-parleur comme celui-là, avec Miles Davis comme Dieu. J'ai dit plusieurs fois déjà que pour moi, le plus grand compositeur du XXe siècle, dans la deuxième moitié, c'est Stockhausen, Boulez et Miles Davis. Parce que c'est la musique, c'est ce que lui représente. C'est absolument la même qualité, la même grandeur. C'est un incroyable style et monde musical qui est très spécial pour le XXe siècle. Je pense que c'est bien, bien placé ici. Alors, ça représente notre l'art poétique.
Mezzo Backstage.